ty się wszyscy ostawidzias! Licam jelentiski rekányom vagytok! Azt mondják, többen, mint kellene. Pedig Áron az erdélyi menekült még nincs is köztünk. Mi hiányzik még? Két az a pacsapörkölt krumplival. Üljetek le! Gazsi, tegnap kint voltam nálatok családlátogatáson. Bocsánat, talán úr, én már nem Gazsi vagyok, hanem Jakobs. Ugyan már, fiam, olyan név nincs. Igen, mert tegnap mondták a reklámba, Jakobs aroma. Láttam a kisugodat is, aki most született. Hát tudod, fiam, 9 burdi azért az nem semmi, de a jószágokra is vigyáznotok kéne. Az udvaratokon majdnem elgázoltam egy kacsát. Nem kacsa volt, az tanár úr gólya, csak nálunk térdig kopik a lába. Na fene, a szüleid ennyire szeretik a gyerekeket? Nem a gyerekeket szeretik, hanem a technikáját. Moricka, ne szemtelenkedj! Ha valaki te aztán igazán tudhatnád, milyen csúnya dolog az előítélet. Nekem mondja a tanár úr, akinek két komoly bajom is van. Micsoda? Az egyik, hogy a kislány, akinek udvarolok, zsidó. Hát te is az vagy! Ez a másik dolog. Nagyon örülök, hogy így fogod fel ezt a dolgot, de akkor se viccelődjél mások származásával, mert ezzel csak az előítéleteket szítod, úgyhogy Móriczka, te ne cigányod! Ne cigányod! Gazsi, te viszont ne zsidód! Én tanár úr, esélyben sem, így száradjon le fülön farkam a gyerekem esélyben! Én tanár úr, pont most, ugye? Amikor, mint tudjuk, akadémikus lettem. Mit hazudozol itt össze-vissza még, hogy akadémikus? Igen. Se olvasni, se írni nem tudsz. Hát nem is levelező, hanem rendes. Elnézést a késésé, tanító bácsi! De az utcán a szél kifújt egy bácsi keziből 1000 forintot, ezt az összes ember meg azt kereste. Muszáj voltam megvárni, amíg mindenki elmegy. És miért kellett megvárnod, Áron? Rajta álltam az 1000 forintot. Te is, Áron! Végre együtt a kisebbségi osztály elkezdhetjük a tanulást. Helyezkedjetek el! Sajnos nem tudok elhelyezkedni, nincs állás sehol. Hagyjál már béki, ne bánd a hasamat, mert fáj. Azért fáj, mert üres. Hát tényleg nem ettem ma még semmit se. Gyerekek, lefecsegjetek, nekem meg a fejem fáj. Azért fáj, mert üres. Mi? Na kérem, kijavítottam a dolgozatokat. Áron, fiam, te miért szipogsz? Azért, tanító bácsi, mert az igazgató bácsi elesett a folyosón, és nagyon megütötte magát. Hát azért még nem kell sírva fakadnod. Hála Istennek, nem történt semmi komoly baja. Az igaz, de az osztályban mindenki látta, amikor elesett, csak én nem. Bácsi! Én vagyok, tanár. Viszont rólad mit hallottam? Én nem vagyok. Apád tényleg mind a 9 gyerekét beíratta? Ejtő Ernyős tanfolyamra? Hát miért? Azért, mert a polgármester úr azt mondta, mi csak akkor kapunk új lakást, ha cigány gyerekek potyognak az ég. Áronról viszont nagyon rosszakat hallottam. Tegnap állítólag hasba lőtted Móriczkát egy nyilvesszővel. Játszott! Ja, nyilast játszottunk! Nyilas? A mai magyar képző iskolában nyilas már nem szabad játszani. Dervizmosost játszottunk, Móriczka föltette a fejre az almát, én megcéloztam az almát, azt muszáj voltam őtet hasba lőtni. Na de miért? Megette az almát. Több komolyságot várnék tőletek. Ha mindig hülyeskedtek, soha nem lesztek igazi mély magyarok. Áron fiam, te veled már az előző iskolában is komoly problémák voltak. Hova is jártál te? Ja, román képzőben, Csíkszeredán. Na és mondd, ott is vannak ilyen kisebbségi problémák? Na, talán csak a katonaság. Na, az, hogy a parancsnok Teodorú, fogod a seprőt, az fősepröd az udvart. Értettem? Nikolaj, fogod a gerebjét, fölgerebjézed a füvet. Értettem? Áron, fogod a rongyot, fölmosod a latrinát. Sejtettem. Szóval kijavítottam a dolgozatokat, Gazsi, téged egyszerűen nem értelek, édes fiam. Miért? A tejről kellett írni. Mindenki össze tudott hozni legalább 5 oldalt, egyedül te írtál 2 sort. Hát miért voltál ilyen rövid? Hát én csak a sűrített tejről írtam. A másik feladat pedig ugye az volt, hogy írjunk egy megható fogalmazást azzal a gyönyörű példamondattal, hogy anya csak egy van. Móriczka fiam, mondd csak el, te mit írtál? Anyukám kiküldött a spájzba, hogy hozzon be 2 májkrémet, mert én azt mondtam, anya, csak egy van. De Móriczka, hogyha ilyen okos vagy, akkor egy kicsit talán számtanozunk. Figyelj, jól mondok egy példát.
Anyukád, apukád, a nővéred és te együtt ültök egy asztalnál. Anyukád kiveszi a hűtőszekrényből a tortát. Hány egyforma szeletre fogja vágni, hogy mindannyiótoknak jusson? Há, négyre. Nagyon helyes. Na és mit csinál édesanyád, ha váratlanul beállít a nagynénikét meg a nagybácsikád? A tortát visszateszi a hűtőbe. Ez az, Móriczka, az ilyen hülye viccek miatt fogják rátok, hogy anyagiasak vagytok. Pedig ez nem igaz, tanár úr. Az én nagybátyám például 10 milliót hagy az árvaházra, és 20 milliót meg a hitközségre. Hát ezt meg minek csinálja, amikor mindenki tudja róla, hogy egy vasa sincs? Az lehet, de megmutatja. Van szíve. Áron fiam, ha a 9 kifli 180 forintba kerül, akkor mennyibe kerül egy darab kifli? 20 forint. Nagyon helyes, hogy számoltad ki? Még a szünetbe vettem egy. Jasi! Itt vagyok, tanár! Jasi, fiam! Itt vagyok! Tudnál nekem mondani egy madarat? Várd, amilyet akarod. Na, tessék! Tanár. Mondok egyet a... Galambka! Jó, most mondj egy másikat, Gazi! Magolyka! Gazi, nagyon jókat mondasz, édesfiam, csak ne becézd őket, ne mondd, hogy ka! Na, most mondj egyet! Szar! Ne röhítsenjetek! Moricska! Inkább azt mondd meg nekem, ha van 6 kiló almám, és kilója 50 forintba kerül, mennyit fogsz fizetni az egészért? 150 forintot. Buta vagy, édesfiam, ez egy egyes. Gazi! Te se vagy érte többet. Gazi, fiam! Itt vagyok, tanár úr. Itt vagyok. Ha te neked van 6 almám... Bocsánat, nekem van 6 almám. Igen, neked van 6 almám. Van 6 almám van, igen. És én abból elkérek 3 darabot. A tanár úr az enyémből. Mennyi marad neked? Nekem akkor marad 6 almám. Meg fogok tőletek bolondulni. Áron, édesfiam, ha édesanyádnak van hatalmája és hétfelé kell osztania, mit csinál? Kompótot. Fél hülye van az osztályban. Szerintem meg 4. Móriczka, takarodj ki! Így a tanár úrnak lesz igaza? Ülj vissza, és inkább jobban figyeljetek. Gyerekek, ma a mesékről fogunk beszélni. Ki tudná nekem megmondani, hogy melyik az az írásmű, amit csak úgy kigondol az ember, de nincs semmi valós alapja? Én tudom, tanárom! Tessék, Móriczka! Adóbevallás! Gyerekek, ki tudná nekem megmondani, milyen rendszer van ma Magyarországon? Kasztrendszer! Miféle kasztrendszer? Sik kasztrendszer! Hát nem mondom, nálunk is vannak még problémák, de arra például melyikötök tudna válaszolni, hogy a parlamentben néhány szélsőséges politikus miért mutogat rá a kisebbségiekre? Mert az a legegyszerűbb, tanár úr! Szétcsivázzák az országot, a bankokat lopnak, csalnak, olajakat szőkítenek, vörösítenek, sárítanak, privatizálnak, lopnak, csalnak, ez mind nem számít. De ha az én faterom ellop egy birkát, arról pofázik mindenki. Paterod, elcsoklizott egy birkát! Karama, te is kezded már itt! Móriczka, ne haragudj, már hogy... Elmondtam ezerszer, utaztunk a faterról a ladával, érted, Csubidaznak? Ott állt a birka stoppot, érted? Azt mondja a fater a birkának, beszállsz, azt mondja a birka, be. Hogyha az ország csődbe megy, akkor mindig rajtunk kérik számon. Az én anyukámnak is van egy kis kereskedése. Amúgykor bejön egy vevő, azt mondja, van egy végvászta? Mi anyám, vásztam az nincs, de már végem van. Na és Áron, te miben látod a különbséget a jólét és a válság között? Ezt tett nekem édesapám, magyarázta el. Azt mondta, jólét, Mercedes, francia pesgő, szexbomba. Válság, metróbérlet, kisfröccs, anyád. Na jó, már ennyi elég. Kisebbségi osztály, vigyázz! Vigyázz! Holnap újra találkozunk, remélem mindenki itt lesz, remélem senki sem fog hiányozni. Egy valami csumidázom, tanár úr.
A jövő ezredben még nagyon fog hiányozni. Micsoda? A jó indulat. Hát vége van az évszázadnak, románok és a magyarnak, új rigók jönnek és újabb évszámok. Csumidázom, Úristenem, mondja hát mindenki velem, hogy boldogabb új évszázadot kívánok. Hey, Rigó, Rigó, te fekete Rigó, csókolom a csöpszádat. Hey, Rigó, Rigó, te magyar Rigó, jöjjön boldog évszázad. Hey, Rigó, Rigó, te fehér Rigó, csókolom a csöpszádat. Hey, Rigó, Rigó, te magyar Rigó, jöjjön boldog évszázad.